Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és hát most biztos, hogy elcsodálkoztok, ha azt mondom, hogy most egyik magyar szerveren sem vagyok elérhető. Ez annak köszönhető, mert nem tudom, mennyire emlékeztek még Queen Silverhunter karakteremre, akiről annyit kell tudni, hogy a Nightstar szerveren van, és még évekkel ezelőtt csináltam az Új Kezdet nevezetű sorozatomhoz. Csak mivel most olyan szintre érkeztem Quinnel, hogy egy csomó ilyen szívecskés feladatom volt, ezért az utóbbi időben nagyon elhanyagoltam szerencsétlen, de most majd visszatérek egyébként, és folytatom majd ennek a sorozatnak a csinálását. És hát igen, amint látjátok, van mit alkotnom magammal, viszont Quinnel már nagyon-nagyon régen voltam fönt, és gondoltam, hogy most már éppen ideje lenne szerencsétlenre kicsit ránézni, mert hát a lovaim az, mint a rohadt levelek szerintem úgy hevernek itt, mert hogy egyszerűen, tehát nem, nagyon régen voltam fönt, nem voltak megetetve se semmi, úgyhogy sajnálatos módon, de mindennel el vagyok maradva, ezt értsétek, a cuccokra, a karakterkinézetre, a hajak, tehát minden, tehát hogy mindenről lemaradtam. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, gyorsan lecsekkolom, hogy milyen külsőt tudok beállítani ennek a szöröncse csomagnak, és hogyha ezen túl vagyunk, akkor azt a rohadt! 17 ezer szarkoit összespóroltam, gyerekek! Pedig nem is vettem rá! Azt a... Na jó, van, hát akkor azt hiszem, hogy az elkövetkezendő időszakban egy kicsit több időt fogok ezen a karakteren tölteni. Mondjuk addig, amíg le nem csupálom teljesen erről is az SC-t. És hát akkor azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint előre. Én most leugrok a lóról, mert szeretném megnézni a karakternek a kinézetét, és újból hát beállítani a... De még mielőtt ez megtörténik, azt akarom megnézni, hogy esetleg... Ó, vannak itt... Aj, mennyi frizurám van, srácok! Csomó mindenem van. Pedig azt hittem, hogy jóval kevesebb holmim lesz itt. Jesszuska. Jesszus Maris. Na hát én kipróbálom ezt. Igen, kipróbálom. Ez... Oké. Hát... maradjunk a szokásos fekete ajkaknál, és nem is olyan rossz. De ezt mondtam nektek, látjátok, ez a fül, ezt a fület egyszerűen nem bírom feldolgozni. Na, karakter megjelenés cseréje. Nocsak, megjelenés cseréje. Ez alkalommal ez ingyenes. Választ egy kinézetet, amely tükrözi azt, ahogy érzed magad. Hát olyan sajnos nincs. Na hát nyilván, hogy a legvékonyabbat fogom választani. És akkor... hát nem is tudom, srácok. Maradjunk ilyen hófehérkék? Maradjunk, miért is ne. Hát, a fejszerkezetről nem tudom, hogy... így... Mert akkor... Hát a smink az maradhat, mert úgyis ahhoz mérten kell... alkotnom. Igazából mindig tanástalan vagyok, szerintem ugyanazt fogom választani, amit eddig. Már azt nézem, hogy ez a vastag szájas, az egész aranyos volt. Mondjuk elég morbid. Már a fene tudja. Hát így hülyén néz ki, de egyébként is sminkel. Így nem is olyan rossz. Na jó, tudjátok mit, legyen ez. Legyen ez. A szemünk, az szerintem az lehet ilyen szürke. De melyik szürke? Legyen ez. Legyen ez üstös. Hú, ilyen bozontot válasszak. Olyat akarok, ami összenő. Olyat szeretnék. Na, ez jó lesz. Na, várjatok, először állítunk egy színt. Hát... Ez jó lesz, és akkor... Mert egyébként, hogyha szemöldököt választatok, szerintem előbb a színt választátok ki, mert sokkal másabb az egésznek a kinézete, hogyha be van állítva az a szín, amit szeretnétek. Szerintem.
No, srácok, akkor én azt hiszem, hogy kész vagyok. Ez alkalommal a csere ingyenes. Oké. Okay. Na lássuk, hogy nézzünk ki. Menj, légy egyed ilyen szépséges önmagad. Hát, ennél szépségesebbet. Hát figyeljetek, annyira nem is rossz. Jó van. Na, hát van még mit csinálnom a lovaimmal, az az igazság. Viszont, hogyha jobban belegondolok, elég gyérül állok, tehát 6 darab lovam van. Úgyhogy most a ti segítségetekre leszek rászorulva. Írjátok meg nekem, hogy milyen fajtájú lovat vegyek, jó? És akkor egyet veszek. Nem többet, egyet. Egyet veszek, mert még egy csomó másik lovat ki kell edzenem. Plusz nem akarom azért az összes eszét már rögtön így elkölteni. Visszaállítom közben, hogy hol tartunk. Basszus, 17 000 eszét. A fele gondolta volna. Hát igen, a lovam az elég szomorú és lassú, úgyhogy sajnálom. Viszont szeretnék körbenézni, megint csak haj ügyben, mert most legalább van rá pénzem, meg egy-két cuccot is majd beszerzek. Fodrász, mik vannak? Mondjuk lehet, hogy kipróbálnám egyébként ezt a hajat. Hanem volt egy ilyen fonott. Ez lehet, hogy nem itt van. Ez se lehet rossz különben. Szerintem legalábbis nem lehet olyan gáz. Ez micsoda? Ja, ez a sima hosszú, amilyen nekem van. De én nem ilyenre gondoltam. Nekem a copos kell. Na, körbenézek még. Azt mondja, hogy... gondolkodom rajta, hogy vennék egy kis kedvet a lovamnak, de az az igazság, hogy nem akarok. Nem akarok erre költeni. Megnézem Firgrove-ot, mert ott is vannak jó hajak, amik újak is tán. Amúgy tetszik ez a haj, ami most van nekem beállítva, de azért szeretnék több mindent megnézni. Főleg, hogyha megtalálom Firgrove-ot. Itt van. Hú, de nagyon fura. Mint hogyha 1000 éve nem jártam volna a karakteren. Tényleg elég régen voltam rajta, de hogy ennyire. Olyan feladatok vannak rajta, amiket már nem tudom mióta halogathatok, mert már nagyon régen megcsináltam. De hát, ez ilyen. Na lássuk, fodrász, mi van itt? Ah, van ilyen fonottas. Ez is jól néz ki egyébként, hát ez ilyen Marilyn. Na, ilyenre gondoltam én. Jó drága. Ez a sima rövid haj. És mi van még? Hát ilyen nem kell ez a vasalt, ez annyira nem. Bezeg ez, ami jól néz ki, ez meg tök drága. Nem baj, nem érdekel, megvesszük. Szerelkezz fel most. Na, így. Na, sminkünk. Na, mondjuk sminkem meg annyi van, mint a rosszabb, úgyhogy ez nem kell, köszönöm. Hát ez nagyon jó. Na, figyeljetek, srácok! Akkor én most itt körülnézek, mert szeretnék venni pár cuccot, ha már van ennyi. Ha van ennyi pénzem, akkor legalább legyen valami értelme, és azt hiszem, hogy... Hol vannak azok a lábvédők? Nekem kell egy olyan. Hol van? Patkó, nyeregtáska, díszítés, nyergek, nyeregaláték, de miért nincs itt az invédő, vagy mi az Isten? Erre a lófajtára nem tehetett fel. Hát miért nem? Istenem! Hát ez... Ezt se lehet fölrakni. Hát én komolyan mondom, hogy megőrülök. Hát akkor mire lehet fölrakni? Én látni akarom, hogy hogy néz ki. Komolyan mondom, most jöttem föl, de már agyérgörcsöt kapok. Mire lehet fölrakni? Jó, de milyen lóra lehet? Az alábbi lófajták. Andalusz, Fonszi... Értem. Jó, akkor kérek egy hazaszállítást.
Kérek egy hazaszállítást, és átülök az andalúzomra. Már ha van, már se tudom, hogy van-e egyáltalán. Az a baj, teljesen elhanyagoltam, mondom még egyszer ezt a karaktert, és azt se tudom, hogy mi van rajta. Azt tudom, hogy Lusitánom az van. Hát jó van, akkor ez szívás, mert egyik lóra se tudom fölrakni. Hát jó. Na mindegy, akkor ez viszont még várat magára. Viszont az a legnagyobb baj, hogy a többit se tudom fölrakni, tehát... Ez igen. Na jó, beállt a karakterem. Nem baj, nem baj, elnézzük. Ez a rózsaszín, ez tetszik, ezt tök aranyos egyébként. És nem is, nem is olyan drága. De vajon melyik a jobb? Ja, hát jó van, akkor ez eldőlt, mert csak ezt tudom felrakni rá. Hát... Jó van. Egyszer kibírom, nem? Úgy utálom a western különben. Utálom, gyűlölöm, de... Most ez most nekem kell. Most úgy érzem, hogy nekem ez kell. Na, nézzük a ruházatot. Kár, hogy ehhez nincsen. Amúgy, bár lehet, hogy nézhetnék valami rózsaszínt hozzá. Hogy szóltok? Mondjuk ez elég rózsaszín hozzá, nem? Hát te mesteri? Na mit szóltok a szettemhez? Mondjuk a kesztyűt az biztos, hogy kell. Nem érdekel, ezt én megveszem. Cseszek rá. Ez max pontot ad? Nem, nem mi. Az igen. Ha most nézem, hogy mit vettem. Hát ez borzalmas. Ez így borzalmas. Hát én ezt most megbántam. Na, megveszem ezt a szemügét. A másik karakteremben is van egyébként, tökre szeretem. Akkor valami fehéret adjál. Ez nem jó. Hú, srácok, nem gondoltam, hogy ez ekkora problémát fog nekem jelenteni. Most jól lecsesztem amúgy, mert a lónak az XP, vagy a lónak a pontjai is szarok lesznek tőle. Na mindegy. Jó, már nem érdekel, egyszer élünk, de akkor nagyon. Na most már csak azt kell kitalálni, hogy valami fehér nadrágot, amiben nem úgy nézek ki, mint egy telefosott búvárruha. Na most nekem egy olyan... Egy olyan szoknya. Az nem jó. Ah! Na valami ilyesmire gondoltam. Vagy nem is tudom. Ah! Ezek egyre rosszabbak, de tényleg. Ez katasztrófa. Fű. Hát, azt hiszem, hogy van, ami sosem változik. Mint például ezek a ruhadarabok. Na, valami ilyesmire gondoltam, ami legalább egy kicsit is passzol, de ez meg nem ad elég pontot. Most ilyen komi van. Na. Látjátok? Micsoda problémákkal kell szembesülnöm itt. Na még talán ez ad valamicske pontot, de hát ez nem jelent semmit, mert nem jó. Na látjátok, csinálok egy videót, amiben szórnám a pénzt, és nem lehet. És nem lehet. Na jó van, megveszem ezt. Megveszem. Na lássuk, valami fehér cipellő is kéne nekem. Ó, micsoda surranó. Ebből bezzeg van olyan, ami kéne. Na, miért ne? Úgyis ilyen fogok kéni. Ez nem jó. Ez nem jó, ez se jó. Hát ez se jó, ez még úgy se jó. Hát én nem gondoltam, hogy ez ennyire körülményes. Látjátok, ez a legrosszabb, hogy van pénzed, csak nem tudod elkölteni, mert nem jó. És ez mit ad? Három sebesség. Sebesség három. Sebesség három. Jó, akkor megnyugodtam, mert...
akkor ezek szerint azért még jó vagyok így. Hát na, egész jól nézünk ki. Jól van. No, lelassult a lovad, nem tud galoppozni. De jó, örülök neki. Jó van, nem baj. Ezt a problémát ki fogom küszöbölni. Jaj, hát nyeregtáska, srácok. Nyeregtáska. Rózsaszín nyeregtáska. És nem is tudom, hogy melyik. Nem is tudom, hogy melyik menne hozzá jobban. Ti se tudjátok? Hát mondjuk talán ez. Ennyi az össz fehér nyeregtáska. Hát ez elég szomorú. Pedig hát nem is tudom, talán még ez a legkultúráltabb. Nekem nincsen. Valami fehér. Bánom is én, hogy milyen. Mondjuk nem sok cuccom van itt egyébként, mert ezek csak a lifetime-os szírszarok, meg amiket így összekoldultam. Hát amúgy néz ki, mintha lenni akarna. Ez mi? Ez gondolom ez a kezdő. Nincs is másik nyeregtáskám, ami illene hozzá. Ja, itt vannak a nyeregtáskáim, látom, de hát sokra nem megyek velük, az az igazság, úgyhogy... Na jó, van, megveszem azt a rózsaszint. Na, megveszem ezt, és akkor ez nem kerül legalább SC-be. Na, látjátok, milyen mocsok drága minden, borzasztó. Na! Mi a helyzet a kis állatokkal? Mik vannak? Ezek a mozgó kis halljatok. Jaj, de cuki fehér cica. Na nekem valami jó cukkel. Én nem veszek ilyen drágákat, mert tiltja a vallásom. Na tudjátok mit, nem is veszek most. Nem is veszek most. Így is már elköltöttem 700 SC-t, ha nem többet. Na, srácok, akkor most, hogy ezen túl vagyunk, szeretném bele lovalni magam az itteni feladatokba és egyebekbe. Meg nem tudom, talán még egy kis edzést is eszközölök majd, mert elég rosszul állnak a lovaim, úgyhogy nagyon remélem, hogy idővel sikerül feltornáznom. Azt hiszem, hogy nekem már elég volt a költekezésből, úgyhogy most elköszönök tőletek. Visszahelyeztem Quint a köztudatba, úgyhogy most már elégedetten távozhatok. Itt van Bandi macska is. És hát akkor legközelebb találkozunk. Írjátok majd meg nekem, hogy melyik lovat, illetve egy lófajtából melyik lovat válasszam ki, amit majd megvásárolok, és hazaviszek, és talán majd valamikor a jövőben, mondjuk 15 év múlva kiedzem. Jó? A döntés a tiétek, amelyikről lóra a legtöbben voksoltok, az lesz a kiválasztott, úgyhogy már elköszönök tőletek, elég volt, úgyhogy további szép napot kívánok nektek, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!